Szép jó estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok, és én vagyok a mai este webkonferenció előadó. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e jó hallani. Kérem, aki hallja, írjon oda egy ötöst, vagy kettest, ha nem jó. Azt mondják, hogy jó, szuper. Oké. Örülök neki. Mindenki ötös. Ez jó. Mikor horvátul tartom, akkor vannak Macedóniából, Ausztriából, mindenhonnan, de ez az internet ez olyan, hogy mindenhova elmegy, és akinek jó internetje van, akkor soha se nincs gond. Mivel 8 óra már elmúlott, én Horvátországba élek, Baranyába, Eszék mellett, és van egy ilyen baranyai horvát tájszólásom, és sokszor olyan szavakat, amit horvátul ez eszembe van, ki akarok mondani, és néha nem jut eszembe, akkor később, amikor kész a konferencia, akkor eszembe jut, úgyhogy lehet, hogy egy pár szót nem fogok kimondani. Bár a Sándor barátom, aki ma is hallgassa, mikor szoktunk tartani előadásokat Magyarországon, akkor ő volt a fő tolmácsom. Bár nem ért sokat horvátul, de mindig tudta, hogy mit gondolok. Úgyhogy Sándor, ha nem jön a szó, amit ki akarok mondani, nyugodtan érd ide, és segítesz az embereknek. Lehet, hogy nem hirdettük meg, nem is tudják sokan, hogy lesz konferencia, de nem baj, holnap után fent lesz a YouTube-on link, és aki meg akarja hallgatni, akkor meg tudja, át tudja nézni. Ahogy mint mindig, mikor tartunk ilyen konferenciát, úgy szoktunk, hogy az elején is, meg közben is vannak új információk, úgyhogy ami lesz új, azt is el fogjuk mondani. Közben, ha valakinek kérdése van, nyugodtan írjon oda, és majd válaszolok is rá. Én most áprilisban lesz 3 éve, hogy Skyway tag vagyok, mint befektető, és utána egy fél év után, mikor elmentem Berlinbe a világkiállításra, akkor láttam, hogy ez egy igazi, valódi üzlet, nagyon sok jó tapasztalatot kaptam ottan, 2016. szeptemberben, azóta elkezdtem építeni a hálózatot, és most több országban dolgozunk, régióvezető vagyok, Horvátország, Macedónia, Montenegro és Szlovénia országban, de Szerbiában, meg Boszniában is dolgozunk, meg szoktunk kimenni többször Bécsbe. És természetesen néha Magyarországon is, és majd később lesz, még többet fogtok majd látni, és nem csak hallani. Magamról 1993 óta hálózatépítő vagyok, akkor kezdtem el az MV céggel, ottan 35 ezer ember volt a csoportunkban, 15 évig csináltam az MV-t, utána többféle termék és befektetési dolgokkal foglalkoztam, de egész életben magamnak dolgozok. Most itt a Skyway-ba elértük a legmagasabb szintet, a top expertet, kb. 7300 ember van, és van még 3 top expertünk és 10 expertünk a csoportba, ez Szerbia, Horvátország és Szlovénia, egy expert van Montenegróból is. Úgyhogy ezt főállásba csinálom a Skyway-t, van még ilyen pár befektetés a másik üzletekbe, de hálózatot mostan csak a Skyway-ba építek, és rendszeresen tartunk konferenciát, és több városban, ahogy mondtam, több országban tartunk ilyen offline szemináriumokat. Úgy nézzük, hogy minden rendezvény, minden konferencia egy órán belül benne legyen, mert egy óra alatt el lehet mondani minden új információt,
a projektet, hogy valakinek vagy tetszedjen, vagy ne tetszedjen. Én nekem személyesen, én máskülönben sofőr a szakmám, soha nem dolgoztam, mint sofőr, és foglalkoztam 3,5 évig ilyen napelem generátorokat építettünk a házakra. Én szerveztem a befektetőket és azokat, akik rakják rá, meg a tetőre, és egy 35-40 emberrel készítettünk olyan 550 generátort, napelem kollektort raktunk fel, ami termeli a villanyármat. Úgyhogy a Skyway is azért megtetszett, mert termék barát, és egy teljesen új technológia, ami még nem létezik, mert vannak ma már villany autók, villany motorok. Sok cég, sok autógyártó most már erre rámegy, és nagyon sok villany autó lesz a következő 5-10 évben. De a Skyway egy különleges újfajta járművek, és más milyen a közlekedési rendszer az egészbe. Bocsánat. A cégvezető Anatoly Eduardovics Junicki, aki egy fehér Oroszországba született, és ő 40 éve készítette ezt a projektet, még középiskolába járt, már akkor gondolkodott, hogy lehetne egy városi közlekedést felszabadítani, hogy biztonságosan, gyorsabban az emberek tudjanak utazni, és már egy 15 éve ők elkezdték, próbálgatták, de 2014-ben nyílt meg a cég. Akkor nyitottak holdingot, és kibocsátottak részvényt, és úgy döntötték, hogy adnak egy magas diszkontot az első befektetőknek, 15 szakaszba elosztották, úgynevezett fázisba, a projektet, projektfinanszírozást és projektkivitelezést a tőzsdére és építkezést. A most 600 magasfokú inzsinyér, projektant, meg ilyen szakmába, ami összefoglaló ebbe a szakmába, ilyen ember dolgozik náluk, és még 800 munkás, amik dolgoznak ezekbe a vállalatba. Azt mondta Junicki, hogy 10 éven belül 100 000 munkás lesz, és olyan 4-5 millió kilométer szakaszt fognak felépíteni, és már több millió ember fogja használni ezt a közlekedési rendszert, és mindent, ami hozzá tartozik. Mi most a 13. fázisban vagyunk, de február 10-én ez a 13. fázis el lesz osztva három mellékfázisba, és ilyen fejlesztési fázis belül. És akkor is lesz egy diszkontváltás, úgyhogy február 10-ig még ezen a diszkonton lehet vásárolni részvényeket. Utána már a pénzért egy olyan 5-10% kevesebb részvényt fogunk kapni. Az idén, ebben az évben terveink szerint lezárják a finanszírozást, és kész lesz mind a 15 fázis, vagy lehetséges még, hogy a 14. és 15. fázis nem is lesz, hanem a 13-at lezárják, mert azt mondta Junicki úr, hogy ha Emirátusokba ez a több 10 célprojekt, ami most készül 2019-ben,
Ha megkapják az előleget, akkor lezárják a finanszírozást, mert lesz elég pénz, és nem akarnak több részvényt eladni. Bár most történt egy valami a részvényekkel, azt majd később elmondom, mikor oda jövünk, kicsit megpróbálom egyszerűen elmagyarázni az egészet. A lényeg az, hogy ez egy olyan közlekedési rendszer, hogy ezek a járművek olyan, mint a vasút, de nem lent a földön járnak, hanem fel vannak emelve ilyen 5-10 15 méter, akár 35 méterig is, városon kívül, ha szükség van rá, fel vannak emelve ezeken az oszlopokon, és ott közlekednek az egész. Azt kérdezi Fatyor Sándor, ha február 10-e előtt kiválasszuk a csomagot. Igen, mi ezt csináljuk már elejétől kezdve, hogy utolsó egy-két nap, szóval február 8-9, mert 10-én már lesz a következő diszkontváltás, bejelöljük a csomagokat, és lefoglaljuk. Ezt úgy csináljuk, hogy mintha ki akarnánk fizetni bankon keresztül, vagy ADV-ken keresztül, és akkor kipipáljuk a mindent ott a csomagon, és megjelenik, ez csak azokat a csomagokat lehetett, ami részletfizetésre. Inotransz meg a egyszeri kifizetés, azt nem lehet. És így megmarad a csomag, hivatalosan 7 napig várnak, de általában 24 napig őrzik a webirodába. Nekem még most is, amit decemberben lefoglaltam csomagokat, és nem fizettem ki mindet, mert mindig többet foglalunk, még mindig megvannak, bár most a harmadik havi részletet kell fizetni. De valakinek kitűrülik, de 24 napig megmarad. És utána bárhogyan ki lehet fizetni, nem muszáj bankon keresztül, lehet bankkártyával, vagy ha valaki átdobja, mindegy. Úgyhogy ez egy másmilyen közlekedési rendszer, látszik, hogy teljesen új, vadonatúj, ahogy szoktuk mi mondani, és többféle jármű van. Ezt, amit most látunk, ez egy unicar, ami 6 személytől egész 168 személyig lehet gyártani, attól függ, hogy milyen célprojekt, milyen a frekvenció, milyen nagy a város, a távolság, és ezt minden projektre külön kidolgozzák a szakemberek, természetesen a Jurnicki segítségével, és ő tanácsolja őket. Minden ilyen nagyobb döntésbe ő az az első ember, aki dönt. Mindenhol, minden projektbe be lehet építeni a villanygenerátorokat, a szélgenerátorokat, a napelemet, amik több mint 70% fölösleg áramot is termelhetnek, ami elegendő használatra valami másra. Ez a gyár a Minskben most újból kibővítették, már tavaly egyszer megduplázták, a raktárt azt megtriplázták, úgyhogy itt a gyárba lehet, itt most már ilyen 5-10 járművet tudnak gyártani, és ez mind kézzel csinálják, még nem automata, de most új információ, hogy készítik nem sokára a többszörös ilyen automata gyártást is, mert közelednek a új célprojektek, és oda több 10 vagy több 100 jármű fog kelleni. Lehet látni, hogy hogyan lesz ez legyártva, ezek a járművek, ez egy unibusz, ami 14 szemét tud vinni, ez egy városi, 150 km per óra sebességgel megy.
A Skyway-nak az az előnye, hogy ebbe a 4 évbe 2014-18-ig már olyan járművek vannak, amit teljesen le vannak tesztelve, le van védve, és lehet használni, már megvan az engedély, hogy az embereket is szállítsa. A Ecotechno Park az a Marina Gorkában ilyen 65 km Minsktől, Fehér Oroszországban van, és 350 millió dollárt befektetett a Skyway, ide ment el a legtöbb pénz. Ez egy bemutató és tesztelő park, ahol már kétszer voltunk, és tavaly augusztusban voltunk, mi is a csoporttal, 19-en voltunk, a családomat is vittem, és utaztunk a Unibusszal, úgyhogy kipróbáltuk, lefényképeztük, levideóztuk ezt az egészet, és körülbelül 5000 ember volt, aki ott volt tavaly ezen a rendezvényen. Minden évben lesz egy ilyen rendezvény, az idén is lesz, és mindig új fejlesztési dolgokat mutatnak be, amit személyesen meg lehet tapasztalni. A Unicar evel is lehetett menni, ezt ott is fényképeztük le, ami 3x6-18 személyt visz, és úgy látszik, hogy ez a legérdekesebb jármű, mert ezt tetszik mindenkinek, és eztet is rendelik. A Uniwind egy két személyes, az én fiaimnak ez tetszett legjobban. Teljesen automata, be kell menni, beírni, hogy hova szeretnénk menni, és leülünk és várjuk, hogy odaérjen a úti célhoz. Kettő személynek ez azért gyártották, mert az autókba legtöbben egy vagy két ember ül. Ha megy a munkahelyre, vagy van ennek valahova, ritkábban van az, hogy egy család, vagy négyen, öten ülnek az autóba. A Unimobil egy teljesen 100%-os elektromos autó, ami most készült nemrég, egy fél éve, és ilyen 120 kilométert mehet át, 100 kilométer sebességgel. Ez a fajta azoknak, akik rokkant embereknek lett gyártva, hogy személyesen be tudjon ülni senki más segítségével. Várjuk nagyon, hogy elinduljon a gyártás, már sokan szeretnének rendelni, és úgyhogy lesznek ilyen 10 óra alatt, 220 voltan a házi villanyhálózatból meg lehet tölteni teljesen ezt a kis autót, és nem is olyan rossz, szépen néz ki, új, modern. Most hallottam, hogy olyan technológiát használnak, amit 2-3 legnagyobb autógyártó a világon most kezd a új elektromos autókba rakni, beépíteni. Ez már a Unimobilba benne van. A Unicont az most pillanatnyilag elsőt gyártják, még nincs rajta, nincsen kép róla, és lesz két kiszerelés, 20 és 40 méteres, ami ezeket a konténereket, ami a teherhajókba, amit visznek. Ez Dubajban lesz már kipróbálva, és ott fogják használni. Így fog kinézni egy szoba, ahol figyelik a forgalmat, és ahol kezelik ezt az egész projektet. A Dubajban lesz egy ilyen edukációs központ, ahol betanítsák ezeket az embereket, hogy hogyan kell ezt használni, és lesz egy ilyen akadémia. Az egész világról oda fognak menni, megtanulni, hogy tudják ezt kezelni. 16 világkiállításon volt a Skyway. Az első volt a InnoTrans Berlin szeptember, 2016. szeptemberben, most is volt szeptemberben,
és az idén is már terveznek, azt hiszem, hogy kettő vagy három kiállítás. Dubajba is lesz áprilisban. Ez nem is 18, hanem ez volt, de most 2019-ben is áprilisban lesz Dubajba egy ilyen kiállítás. Na itt a mi egy rész a csoportunkban, mert 3 napig tartott, ez az utolsó nap volt 21-én, mi akkor mentünk. De ilyen 60 ember volt a mi csoportunkban, nagyon sokan eljöttek, és mindenkinek tetszett. Meginismertük a leggyorsabb járművet, Unibus, ami 500 kilométerrel megy, és ezt tett most áprilisba, mikor kész lesz az első szakasz, 25 kilométer, ott fogják tesztelni Dubajba, ilyen 6-7, lehet, hogy 8 hónapig, azt mondta a Junicki, annyi kell, hogy megkapják az összes engedélyt, és a certifikátot, hogy mert ez mégis nem 150 kilométer, hanem 500, és nagyon kevés vonat tud ilyen nagy sebességgel közlekedni a világon. Inzsinyerek készítették, azért lett egy ilyen hegyes óra, de belül nagyon kényelmes, és szép, olyan az ember jó érzi magát, egy ilyen 3-400 kilométeres utat meg lehet olyan egy órán belül teljesen elég, hogy az ember mondjuk rá menjen a munkahelyre 300 kilométert minden nap, mert az lehet, hogy ilyen 35-40 percig fog tartani. Ha egy nagy város körül lakunk, olyan 10-20 kilométerre, akkor is lehet számítani, hogy az utazás, a napi utazás a munkahelyre vagy bevásárlóközpontba olyan fél órától 1 óráig tart. Attól függ, hogy milyen nagy a dugó. Mérnökök, inzsinyerek, köszönöm szépen. Igen, tudom én eztet, csak nem jut eszembe mindig. Ezek a járművek, amik már készek, felhasználhatók, és lehet őket rendelni, gyártani, úgyhogy az idén fog beindulni ez a gyártás is. Ami az idén lesz egy nagy dolog, az a Unispeed 300 személyes gyors vonat, ez is 500 km per óra sebességgel fog menni, és ezt is az idén fogják majd bemutatni és tesztelni. Így néz ki egy állomás, ezt már egy pár hónap múlva meg fogjuk látni, az, aki elmegy Dubajba, és ottan elkészül, akkor már le tudjuk fényképezni és bevenni. A Skyway épít okos városokat, és a Indiában, mikor volt egy kiállításon a Junicki, 5 cég jelentkezett, a indiaiak rengeteg ilyen 90 okos várost akarnak felépíteni, 500 millió embert akarnak belakoltatni, azért, mert nagyon nagy igény van Indiában, 1,3 milliárd ember él, és több mint fele lakónak nincs egy fürdőszoba vagy egy WC-je. Így néz ki egy passzív ház, ezeket is már lehet rendelni, és készíteni, és építeni. Az első célprojekt, ami Dubai repülőtér mellett épül, ez egy ilyen innovációs központ, ahol 200 világcég ott lesz letelepítve, és innovációs technológiákat fogják fejleszteni. A közlekedés a Skyway fogja biztosítani nekik, és lássátok, hogy itt van közel a tenger is, és azért a Unicont, mert sok cég tengeren a hajóval fogják oda küldeni
a dolgokat, amivel akarják berendezni az irodákat, meg ezeket a laboratóriumokat, úgyhogy azért kell a Unicont is, és itten lesz az első 25 kilométer, ahol tesztelik is, és rendes városi közlekedés lesz. Utána a második fázis, ami már májusban kezdődik, az 60 km, és ez a 500 km per órára sebességre, és a harmadik fázist, amit novemberre tervezték, hogy elinduljon, az még plusz 60 km, és 1250 km sebesség eléréséhez. Ez egy olyan csövekbe lesz beépítve, és a csövekbe ottan ezek a Unispeedek el fogják érni a 1250 kilométert. Hát ha nem látszik, akkor lehet, hogy az kellene, hogy kimenni és újból belépni, mert akkor szokott rendben lenni. A Google Chrome használat az elég jó szokott lenni. A Google-ön meg lehet már látni, hogy már a Google berakta magába az oldalára, hogy itt van a innovációs központ, úgyhogy már ott is meg lehet látni. És tavaly szeptemberben hivatalosan el is indultak a építkezések, ami májusban, tavaly májusban elkezdték készíteni, rendezni a földet, ahol lesz ez az első szakasz képítve. Szóval ez az első célprojekt, amit építenek. Nagyon sok képünk van már most, már voltak olyanok, akik elmentek oda, és videóztak, amit szabadott, mert nem mindent szabad még videózni se. Itt látszik ez a központ is, meg lesz egy olyan Skyway központ, ahol a delegáció, világ minisztereket, akik jönnek és megbeszélni, meg azok, akik rendelik a célprojekteket. Olyan szépen néz ki, bár ez mind olyan homok, de látsuk, hogy a Emirátusból egy homokból is olyan szép épületeket, tornyokat, hidakat, mindent építenek, hogy egyszerűen nem tudjuk ezt előre elképzelni. Ezek mai friss képek, amit most hivatalos az RSV oldalon lett kirakva, lehet, hogy már valaki látta, lehet, hogy nem, de így fog kinézni ez a Unicar. A Unicar ez egy VIP Unicar lesz, itten még jobban is látszik. A VIP Unicar olyan lesz, hogy mindjárt csak írni. Maximális üzemi hőmérséklet plusz 40 fokról felemelik 60 fokra, és a kabinba 20-23 fokot biztosítanak. Légkondicionáló rendszer, két hűtőrendszer, két újra tölthető akkumulátor, és hidraulikus felfüggesztés lesz, erősebb elektromotorok lesznek, a VIP társalgó, négy üléhely, az elsőben 6 volt, két bőr VIP szék, két kis összecsukható ülős, és nagy tévé lesz bent, hűtőszekrény, pohártartók, erősebb hangszórók, dupla üvegezés, kimenet mindkét oldalon, úgyhogy nagyon érdekes lesz ez a VIP Unicar, és remélem, hogy az idén már májusban tervezünk menni,
hogy már utazhatunk is ezzel a Unicarral. Érdekes módon csinálták meg ezeket az oszlopokat. Tudjuk, hogy az emirátisokban, az arabok, ugye, van nekik sok pénzük, és ők minden szépet, újat, olyant, amit sehol máshol nem lehet a világon látni, és ezért a Skyway nagyon, nagyon jó beilleszkedik ide. Úgyhogy ha elmegyünk oda, akkor lesz majd mit fotózni és videózni. Itt lássuk a belsejét. Ez az a két szék, amit ki lehet nyitni, ha szükség van rá, de ha nincs, akkor mehetünk úgy is. Az még az érdekes, hogy a központ, amit a Skyway saját magának épít, ahol a delegációk jönnek majd látogatásba, itt meg lesz csinálva az a ilyen, olyan, mint a zöld sziget, teljesen ilyen új növényeket fognak majd ottan terjeszteni, ami tartsa a nedvességet, és ez is egy technológia, amit a Skyway fel tud kínálni, főleg ilyen országokba, ahol ilyen rettentő meleg van. Az idén várunk olyan 30 milliárdig célprojekteket, amik alá lesznek írva, és ami már alá is vannak írva, csak várja a finanszírozást. Az első szakasz lemegy majd Abu Dhabiba, amilyen 120-130 kilométer, és utána megy ki a Katar országba. És azt mondta Junicki, hogy innen fognak majd indulni tovább a többi országokba és a többi kontinensekbe. Na ez nekünk azért fontos, mert ha ebből a 30 milliárdból az előleg 15-25%-ot a Junicki megkapja, akkor természetesen lesz nekünk még egy-két hónap, egy idő, be lesz mondva, hogy eddig és eddig lehet még vásárolni részvényt, és utána lezárják a finanszírozást, és azért a következő pár hónapban ezt meg is fogjuk tudni. Bár ma reggel hivatalosan be is mondták, hogy ebbe az évben ugye tervek szerint le lesz zárva. Ezt én már mondogatom majdnem egy 6-8 hónapja, ahogy láttam, mert teljesen logikus, mert van a Skyway-nak is egy ilyen white paper, fehér könyv, ahol be van írva, és tervek szerint július közepén késznek kell lenni a finanszírozásnak. A Skyway-nak vannak nagy befektető is, és azok már előbb meg akarták venni, át akarták a mi részvényünket is venni. Ez is sajnos fel lesz majd kínálva. Aki el akarja adni, még nem lesz egy dollár a tőzsdén, azt majd megteheti. Azért mondom sajnos, mert lesznek olyanok, akik eladják 2 vagy 5 centért, mert lehet, hogy fél centért vették meg. Vagy ha most megveszi 2 centért, a részvényt is eladja 4-5 centért, megduplázza, és én tudom, hogy én nem fogom eladni, még 1 dollárért se, megvárom a tőzsdén, ha 1-2 éven belül a tőzsdén lesz, én szerintem legalább egy 10, lehet, hogy 20 vagy több dollárra is fel fog menni a részvénye, de legfontosabb az, hogy a osztalékot fog a cég majd fizetni. Abu Dhabiba azt tudjuk már, hogy 100 millió tonna beton blokkok meg vannak rendelve, ezekre a szép szigetekre épületeket fognak rárakni, és itt is kezdik építeni, úgyhogy az idén már itt is lehet valamit majd fényképezni. Nagyon sok cég meg tudja csinálni ezeket a szigeteket is, meg a
ilyen lakótelepeket, de összekötni, mint a Skyway-nak, ilyen technológia még nincs senkinek se a világon. Szóval ez egy ilyen egyedül álló technológia. A legnagyobb projekt, amit egész Ázsiát átmegy, összeköti Európát és az Ázsiát, ami Szent Petersburgtól Moszkván keresztül Jekaterinburg és egész Vladivostokig 8,5 ezer kilométer. Itten lesz felépítve majd a gyors szakasz, ami 500 kilométerrel megy, és a teher, ami alatta fog menni. Eztet, ha az orosz bankok kifinanszírozzák 70%-ra, akkor marad a 30%, amit a Skyway fog. Azt kell tudni, hogy eleinte a Skyway az első projekteket, amit aláírt, úgy volt, hogy 15% a Skyway, de most 25%-kal száll be. Ez nekünk fontos, mert minél több a saját célprojekt és nagyobb részesedés, annál nagyobb lesz az osztalék, és természetesen a cég értéke is, meg a tőzsdén a részvények is. Junicki szerint 10 éven belül ilyen 400-500 saját célprojekt is készül. Erre majd még mondok egy pár szót, mert készülnek a tokenek. Hogy végezzem be ezeket a projekteket. Brazíliában, nekünk van most egy csoport Brazíliában, és két célprojektet akarnak felkínálni a Skyway-nak, ez tegnap, meg tegnap előtt beszéltünk erről. De már előbb is a brazíliak voltak, és Minskbe, és megbeszélésen, Uruguay, Filippini, Szlovénia, Magyarország, Lengyelország, Esztónia, Olaszországban 30 célprojektet készítenek, a San Marino és a svájci projekt, ez a kettő lesz az első, amit az idén kezdenek építeni. San Marino olyan 35 ezer város lakó van a városban, és nagyon zsúfolt, és csak a Skyway lehetséges nekik, semmilyen metró, buszállomásokat nem lehet már építeni, úgyhogy ők, meg a svájci, a San Bernardino, oda lesz egy új fajta, ott is Unicar, ami a síelőket fogja vinni, és úgy lesz szerkezve, hogy be tudják az összes holmit rakni, és avval fognak utazni, mert egy ilyen síelő részén lesz építve. Ez a két projekt az idén fog, nem sokára, ahogy megenged az idő, már készítik, mert előkészítés már megvan. Törökország, Indonézia, Peru, Argentina, elefántcsoportpart, egy új projekt készül. Úgyhogy van sok ország, ami érdeklődik. Nálunk is, Horvátországba, Szerbiába, Macedóniába is nagy az érdeklődés. Mindenki várja azt az első célprojektet, de az itt lesz most már 3-4 hónap alatt kész. Úgyhogy majd utána akkor tudunk mutatni, hogy működik máshol is, nem csak Minskbe, élőben, és viszi már az utas sokat is. Miért jó ebbe investálni? Én mindig mondom, hogy bármilyen investíció rizikó. Ha bankba tesszük, akkor is rizikó, mert voltak már olyan országok is, például Görögország vagy Ciprus, ahol az emberek nem tudtak pénzhez jönni. Mindig annyit szabad befektetnünk, ami nem rontja el az egzisztenciókat, és marad pénz a mindennapi életre. Ezt én egy hosszú távú, nagyon jó befektetésre számítom, egy nyugdíj biztosításra, hogy a későbbiekben hozzon nekünk osztalékot. A crowdfunding investíció az úgy működik, hogy a részvények
ki vannak bocsátva ilyen kisebb csomagokba, ami akár már 15-25 dollár havi részletbe is lehet megvenni. Havi részletbe 10 hónapi lefizetésben a minimum a 25 dollár, és a befektető, mikor befektet egy ilyen projektbe, akkor semmi más nem kell, hogy csináljon, csak várjon. Ő csinálja a saját munkáját, tovább él, dolgozik, és megvárja, hogy legyen belőle haszon. Itten most lássuk, hogy most már 1500 ember a Junicki főnökkel vezetve, nagyon keményen dolgoznak, és minden nap látunk valami új dolgokat, úgyhogy most már ott tartunk, hogy nagyon gyorsan lesz ebből haszon. Ha az idén ez befejeződik, ez a finanszírozás, én úgy látom, hogy jövőre nincs semmi oka, hogy ne menjenek ki a tőzsdére, főleg ha egy 15-20 célprojekt elindul, már építkezésben valami lesz kész is, jövőre már egy 5-6 már működni fog, akkor már mehetnek ki a külső tőzsdére is. Mi a Skyway Capital cég, ami a Skyway cégcsoporthoz tartozik, azon keresztül tudjuk megvásárolni ezeket a részvényeket, ami igazából még nem részvények, azért nem is szabad nekünk még reklámozni, mert részvények akkor lesznek, mikor ki lesznek a tőzsdén. De mi kapunk egy ilyen bizonylatot, hogy a Skyway, a holding, az anyacég nekünk részvényeket fog adni, és ott lesz a tőzsdén, akkor mi el tudjuk adni őket, vagy ha meghagyjuk, akkor osztalék lesz belőle. Szóval jön a befektető, Skyway Capital, a GTI, ez az anyacég, ami ezt a pénzt költi fejlesztésre, gyártása, tesztelése, terjesztésre, és így lett meg a Skyway. Vannak csomagok, amik most február 10-ig ezzel a diszkonttal jár. A InnoTrans, ez egy speciális ajánlat, 1000 dollárba kerül egy csomag, 41.000 részvényt kapunk, de ha február 10-ig megvesszük másodszor, kapunk 50.000-et, harmadszor, negyedszer, ötödször, ezután 60.000 részvényt. Második a gyors start, ami 600 dollárba kerül, 22.800 részvényt ad. Ez a webirodában mindenkinek bent van. Én azt ajánlom, hogy mindenki ingyenesen regisztráljon be, rakja fel a személyi igazolványokat, vakcinkártyát. Mikor verifikáljuk őket, akkor minden nyitott és meg lehet látni. Nincsen semmi tagdíj, éves, havi tagdíj, semmit nem kötelező, mi saját magunk válasszuk ki, hogy mennyit és mikor fogjuk megvenni ezeket a részvénycsomagokat. Van egy ilyen gyerekeknek kétfajta csomag, ami 65 dollár havonta, vagy 150 dollár. Az elsőben 24.410-et, a nagyobba egyetemista csomagban meg 59.180 részvényt kapunk. Ez csak kisgyerekre, 18 éves alul gyerekekre tudjuk megvenni. A prémium csomagok, a legnagyobbak, 25.000 dollártól 150.000 dollárig, 1,5 milliótól 11 millió 250.000-ig kapjuk a részvényeket. Akkor a nagy csomagok vannak, 500 dolláros a havi részlet, 10 hónapra kapunk 260.000 dollárt, vagy 1000, 2500 és 5000 dollár havi részletfizetésre. A négy legkisebb csomag, amit nálunk legtöbben vásárolnak, 25 dollár a havi részlet, és 7500 részvényt kapunk belőle.
Ha az első kettő részletet kifizessük, de úgy jelöljük be, hogy a bónusz a dupla befizetésért, akkor még kapunk 250 részvényt bónuszt. A senior csomag 50 dollár a havi, 16.500, és az első kettőt befizessük egyszerre, akkor még 500 bónusz. A stabil 100 dollár és 40.000 részvény, és az üzleti 200 dollár havi, és 84 plusz 2000 részvény, szóval 86.000 részvényt kapunk ebből a csomagból. Van egy táblázat, ahol 15 dollártól 30, 50, 100, egész 150 ezer dollárig lehet megvásárolni, itt a pluszra rá kell kattintani, és utána megvenni a csomagot. A partnereknek, akik építik az üzletet és kaptak bónuszt, a bónusz számláról tudnak plusz 10%-kal több magasabb diszkonttal vásárolni. Vannak csomagok 250 dollár, 400, 1000 és 1800 dollárért, amiért már 99 ezer részvényt kapnak. Minden részvény után jár egy certifikát, egy bizonylat, amit ki tudunk nyomtatni a webirodából, de ha ezt a holdingosat szeretnénk megkapni, akkor 10 dollárért megrendeljük, ők kinyomtassák és elküldik postán, én 2 és 4 hét alatt Moszkvából elküldik a mi címünkre, ahova rendeltük. A London és a Tokió tőzsdére terveznek majd kimenni, és ami most újdonság, bár most azt mondták, hogy február végig nem lesz ebből új információ, még nem az idő, hogy elinduljanak vele, de már elkezdték reklámozni, és az ára fél dollár a ICO és IPO-ra finanszírozása a Skyway token, szóval ez a Skyway kriptovaluta. Úgy van kitalálva, hogy ezzel a kriptovalutával is majd lehet fizetni az utazásokat, szóval előre meg lehet venni, és utána akkor ezzel lehet fizetni majd, ha valahova utazunk. A kriptovalutával, a tokennal fogják finanszírozni a saját célprojekteket. Itten 500 millió dollárra számítanak bevételre, nem tudom mennyi ideje. A napenergia erőmű, a ekoházakat, ilyen építkezéseket, úgyhogy ezeket a ilyen projekteket fognak a Skyway tokennal majd építeni. Elmondanám egy újságot, ami most megjelent. Lehet, hogy ezt nem mindenki érti meg, én se értem 100%-osan. Az összes részvény, ami van, az 400 milliárd részvény, és ebből van a GTI-be, ami majd megy ki a tőzsdére, a két holdingba, ERSS Holding 1-es és ERSS Holding 2. Az egyesbe 60 milliárd, a másodikba 65 milliárd részvény van. Na most ezt úgy tervezték, hogy ezt a kettő holdingot 49%-ot eladnak, és 51% marad a cége. De most decemberben a Skyway C-csoportban egy új szervezeti egység jelent meg, ami ERSS Holding. Ez úgy hívják, hogy Euro Asian Real Skyway System Holding 3. Nagyon sok kérdéset okozott, és most ezek arra adtak egy ilyen választ. A holding létrehozásának az az oka, hogy a korábban az ERSS H1-es és 2-es holdingoknak
átadott GT tulajdon részét elfogytak, és 49%-uk értékesítésre kerültek. Az 1-es és 2-es holdingnak 133 milliárd részvényük került átadásra, ami 15% és 18,30%-nak felelnek meg a Skyway cégcsoportot jegyzett tőkéjéből. És a új ERSS 3 holdingba 146 milliárd tulajdonrész került át, melyből több mint 73,5 milliárd kerül értékesítésre. A 3-as holding létrehozásának másik oka, hogy szükség van megfelelő mennyiségű szabad befektetési tulajdonrészre a stratégiai befektetők részvételéhez a projektek finanszírozásban. Ezen befektetők számára a mindenkori diszkont szerinti árnál magasabb áron kerülnek értékesítésre a tulajdonrészek. A leírtak értelmében a tevékenység nem tekinthető ködösítésnek, mert az értékesítésre szánt befektetési tulajdonrész mennyisége változatlan marad, szóval nem adnak el többet. Ezen kívül a cégcsoport lehetséges nyereségéből képzett osztalék magasabb is lehet, mint a befektetési memorandumban, ami meghatározták, hogy 20% a nettó bevétel, ami megmarad a haszon, és a befektetők számának növekedése nincs kihatással a lehetséges kifizetése. Úgyhogy ők azt mondják, hogy az osztalék ezek szerint még magasabb lesz, és ezeknek a nagy befektetőknek, akik még akarnak, adnak el ebből részt. Így is 35% tulajdonrész kerül értékesítésre. Szóval semmivel több részvényt nem fognak eladni, csak eztet átrakosgatták kicsit ebbe a harmadikba. Erről még lesz majd magyarázat, majd még elmondják. Most Szlovákiába is megyünk pénteken, szombat-vasárnap ott leszünk, úgyhogy ha még többet tudunk, akkor majd még elmondjuk ezt is. Azt, amit én látok, hogy a Skyway egy nagyon jó lehetőség, és volt egy ábrázat, ahol a befektető a crowd investingba befektetett, és semmi más nem kell csinálni, csak várni. Na, így kellene nekünk is, de mivel mi szeressük, hogy az emberek mindig információhoz jutsanak, és figyeljék a fejlődést, a kivitelezést, a építkezést, ezért tartjuk a konferenciákat is, meg ezért beszélgetünk, ezért vannak ezek a Skype és Facebook csoportok, ahol egymásnak elmondjuk a új információkat. Ja, voltak nagyon jó lehetőségek, ha tudtuk volna, hogy ilyen nagy üzlet lesz az Amazon, Alibaba, vagy Google, vagy ilyen valami hasonló cégek, akkor lehet, hogy nagyon sokat befektettünk volna oda. A Google-ba például 100 ezer dollár kellett a minimum, a Skyway-ba 15 dollár. A Alibabát nem ismertük, a kínai srácot 100 dollárért osztogatott 1 millió részvényt, és aki azt megvette, most számítsatok, hogy ilyen 150-170 dollárig van egy rész. Szorozva 1 millióval, egy 100 dolláros befektetéssel nagyon jól jártak. Mi nem mondjuk, hogy 100 dollár lesz a Skyway részvény, de egy 5, 10, 20, még 30 dollár is lehet egy pár éven belül, de ha 1 dollár lesz, akkor is mindenki jól jár. Úgyhogy nagyon jó befektetésnek tartom, örülök, hogy befektettünk, örülök, hogy szóltunk a barátainknak, ismerősöknek, rokonainknak, hogy ők is tudjanak itt lenni együtt velünk. Ezért a Skyway most itt van, van rá lehetőség. Én szerintem egy olyan 6-8
hónap még lesz lehetőség vásárolni, utána már csak a tőzsdén 1 dollárért. Az a jó, hogy azok a óriási befektetők, ilyen pénzügyi szervezetek, ahol ilyen 100 millió dollárokat fektetne be, vagy még többet is, ahogy kimegy a tőzsdére, nagyon érdekes lesz ilyen nagy befektetőknek a Skyway, és akkor csak kell várni, nem kell eladni, és már csak az is emeli majd a részvény árakat. Úgyhogy én megköszönném a figyelmeteket, és remélem, hogy tudtam mondani egy pár újdonságokat. Figyeljétek a Skyway hivatalos weboldalt, Facebook csoportokat, amit tartunk, és a Skype csoportot oda is belerakják az összes információkat.